Jó estét kívánok! Megérkezett a tavasz, ezzel együtt tovább épül és szépül Székesfehérvár. Járdák, lépcsők újulnak meg a közeljövőben. Erről szól a mai esti mérleg, tartsanak velünk! Számos járda újulhat meg, illetve épül az ötös számú választókörzetben. A Tóvárosban a régi burkolatokat cserélik, a Halom utcában pedig újat építenek. A munkálatok tavasszal kezdődnek, összesen több mint 33 millió forint értékben. Az egyik legnagyobb beruházás a Tóvárosi 53-58-as szám között majd ennek folytatásában lesz. Az első ütemben az épület melletti járdát, a második ütemben pedig a Balatoni út Horváth István utcai körforgalomhoz csatlakozó szakaszt újítják fel. A Széchenyi utca 27-29-es szám között az aszfalt burkolatbontása után új aszfaltos, illetve térköves burkolat és mellette új folyóka is készül. A Széchenyi utca 39-43 között felújítják az épület melletti járdát és a lépcsőházakhoz kapcsolódó szakaszokat, biztosítva az akadálymentes közlekedést. A városrész önkormányzati képviselője elmondta, mindenre azért volt szükség, mert a régi burkolatok töredezettek, balesetveszélyesek voltak. Mai napon 4 helyen is adtunk át munkaterületet a kivitelezőnek, akik a következő hónapokban elvégzik majd ezeket a régvárt és nagyon fontos a javításokat, felújításokat, illetve új járdaszakasz kiépítését. Ezen a 4 helyszínen, ugye a Széchenyi út 27-29, a Széchenyi 39-43, illetve a Tóváros 53-58 épületek előtti járdaszakaszról van szó, amelyek hát elég régi aszfalt járdák és már balesetveszélyesek, ezért is döntöttünk úgy, hogy ebben az évben ezekre a járdákra kerül majd sor. Ezek új aszfaltréteget kapnak majd, nyilván ahol szükséges, ott az alapot is kicseréljük, illetve megerősítjük, mindenhol új szegélyek lesznek majd, és nyilván akadálymentesítjük ezeket a járdákat mind a két végpontjánál. Nagyon örülök neki, hogy ezek a lehetőségek a Városgondnokság út 2017-19-es programja részeként megvalósulhatnak az idén. Összesen több mint 33 millió forint értékben kerül sor ennek a 4 járdaszakasznak a felújítására, illetve a megépítésére, hiszen a negyedik az pedig a Halom utcában egy új járdának a kialakítása. Alapvetően nem lenne rá szükség, hiszen lakópihenővezetről van szó, de már olyan sokan laknak szerencsére a Halom utcát követően, akár a Körte Szilva, vagy a Határ utcában, nagyon sokan használják a tömegközlekedési eszközt, így azt gondolom, hogy biztonságosabb lesz majd a Halom utca keresztül a megközelítése a tömegközlekedési eszközöknek, úgyhogy ezen az új járdaszakaszon tudják majd ezt megtenni. Augusztus 31-ig van határideje kivitelezőnek, én nagyon bízom benne, hogy ez korábban el fog készülni. Várhatóan április-májusban lesz majd a fizikai kivitelezése a munkának. Én köszönöm a Városgondnokság munkatársainak az előkészítő munkát, és természetesen a lakók türelmét és megértését szeretném kérni, hiszen nyilván a felújítás ideje alatt akár a gyalogos közlekedésüket, akár a parkolásukat ideiglenesen fogja majd befolyásolni. De én nagyon bízom benne, hogy mindenki megelégedésére fognak ezek a szakaszok megújulni. Szó volt egy jövőbeli tervről is, ami még az idei évet érinti, egy újabb járdafelújítás, és emellett még egyébként Tóvárosban, hogyha most nem csak a járdákat vesszük, mi minden várható, milyen felújítások, munkálatok? Valóban, még közbeszerzés alatt áll egy nagy járdaszakaszunk, a Huszisita tér 5-21 előtti szakasz. Ennek a közbeszerzése folyamatban van, amint lezárul, akkor tudjuk majd bejelenteni, hogy ebben az évben ez is fog készülni, így 5 fontos és hosszú járdaszakasz fog megújulni az ötös számú választókörzetben. Én nagyon örülök neki, hogy ezeken túl menően még a körzetben számos fejlesztés zajlik, hiszen már megkezdődött ugye a Vadmadár Kórház és Közösségi Ház megépítése a Sóstó keleti kapujánál. Elindult a tervezése a homoksor felújításának, illetve még annak környékén 100, illetve 132 parkolónak a megépítése. Még egyébként a Sóstó rehabilitációs program keretében. Emellett a óvodáinkban is jelentős felújítások lesznek majd, vizes blokkok, nyílászáró cserék lesznek
több 10 millió forint értékben, és hát természetesen igyekszünk apróságokat is, akár a játszótereinken, akár pedig az egyéb közterületeken kihelyezni, akár padokat, akár szemeteseket, úgyhogy igyekszünk tovább szépíteni ezt a körzetet. Ez pedig már a Halom utca, ahol ez ideig nem volt járda, az átmenő forgalom azonban annak kiépítését indokolttá teszi. Ennek megvalósulásával régi igény válik valóra a lakópihenővezetben. Tímár Tibor műszaki ellenőr arról beszélt, hogy városszerte jelenleg 29 kisebb-nagyobb járda felújítás zajlik, ezeknek a befejezési határideje augusztus 31-e. 2017-2019-es útfelújítási program részeként a 2019 évi nem tervés engedélyköteles munkáknak a munkaterület átadására került sor ezen a héten, kedden, szerdán és csütörtökön. Ez gyakorlatilag város szerte, tehát a város egészét tekintve 29 kisebb, nagyobb volumenű járdafelújítás, parkolóépítést, illetve betonlapos járdaépítést tartalmaz. Ezeknek a jelentős része aszfaltburkolatú járda, és ezeknek a döntő többsége felújítás jellegű tevékenység, ami azt jelenti, hogy az előregedett, elfáradt koporréteg eltávolításra kerül, a járdák új szegélyeket kapnak, és a meglévő alépítményi hiányosságok javítását követően egy új koporréteg kerül beépítésre, természetesen figyelembe véve a vízelvezetési viszonyokat, ahol az alapkoncepció az, hogy a meglévő vízelvezető rendszert vesszük alapul, és azt tekintjük adottságnak, és annak megfelelően fog épülni a járda. Hogyha most az ötös körzetnél maradunk, ugye három helyszínen, pontosabban négy helyszínen, de három helyszínen felújítások történnek, egy helyszínen új járda épül, ezekről mit lehet tudni? Nagyon régi igény volt a Széchenyi út 27-43 lakói részéről, hogy ugyanilyen előregedett járdát újítsuk fel. Ugye ennek egy hosszas előkészítési folyamata volt pályáztatással és minden egyébbel. Most jutottunk el abba a stádiumba szerencsére, hogy mindegyik megvalósítható lesz. Illetve a toronysor az ott helyiek által szalagsornak hívott ház előtt, az 53-58 szám a Tóvárosban, ott szintén egy nagyon régi aszfalt járda van, amit szintén megérett már felújításra. Ezek szerencsére most gyakorlatilag egy időben megvalósításra kerülnek. Ott, ahol most vagyunk, ez a Halom utca, itt is egy régi igény, bár lakópihenővezetről van szó, de egyik oldalon sincs járda, és felmerül több verzió, műszaki megoldás, hogy mit építsünk. Az aszfalt és a térkőjárda megvalósítása azért nem lehetséges, mert itt a Fehérvíz hivatalos állásfoglása szerint szükség lenne egy ivóvízvezeték cserére, és a két nyomvonal üti egymást. Tehát ez azt jelenti, hogy ha megépítenénk egy szilárd burkolatú járdát, és úgy alakul, hogy cserélni kell az ivóvizet, akkor ezt el kellene bontani. Ezért egy olyan köztes megoldásról született döntés, hogy egy háromsoros betonlapos járda épül, ami tulajdonképpen 40x40x6-os lapokból van, tehát jól bontható, jól újraépíthető. Ugyanakkor azokat a gyalogos igényeket, amik itt felmerülnek, azokat teljesíti. Itt mikor kezdődnek meg a felújítások, meddig tartanak, és mire számíthatnak az itt élők? Alapesetben a 29 munka összesenjében augusztus 31-e befejezés határidő. Természetesen nem szeretnénk addig ezt elhúzni. Van egy nagyon jó, racionálisan összeállított műszaki ütemterv. Annak alapján most azt tudom mondani, hogy abban biztos vagyok, hogy az 5-ös számú választókerületben a járdáknak a felújítására május végéig sor kerül. Hogy ezen belül pontosan mikor, azt jelen pillanatban nem tudom megmondani, de mint minden egyes munkánknál itt is a lakók egyrészt személyes kapcsolatfelvételre sor kerül, másrészt pedig szórólap útján is értesíteni fogunk minden lakót külön-külön arról, hogy itt munkavégzésre kerül a sor. A másik kérdésére válaszolva pedig, a lakókat ez olyan módon érinti, hogy nagyon sok fa van a házak előtt, amelyeknek az ágai belógnak a majdani űrszelvénybe. Ezeket személyes megbeszélések alapján fogjuk majd megbeszélni, hogy milyen módon és a fák sajátosságainak a figyelembevételével hogyan kerülnek metszésre. Illetve az építés ide alatt kisebb fennakadások előfordulhatnak, de az például nem fordult elő, hogy valaki a saját ingatlanát nem tudja megközelíteni. Az ötös választókörzetben tehát több mint 33 millió forint értékben valósulhatnak meg a munkálatok. A szakemberek az építkezések kapcsán kérik, egyben köszönik a lakók megértését és türelmét.
De megújulnak a járdák, a lépcsők, a királysoron is, és új köntöst ölt többek között a vízivárosi iskola udvara. A tervek szerint szintén márciusban kezdődnek meg a munkálatok ebben a városrészben is. A fejlesztések 60 millió forintból valósulnak meg. Így fest jelenleg a királysor 35 és 61-es szám közötti rész. Itt a járdák körülbelül 30 éve nem voltak felújítva, leomlik a beton a házak előtti lépcsőfeljáróknál, de hamarosan új köntöst ölt a terület a lakók legnagyobb örömére. Múlt héten kezdtük itt ezt a vízivárosi tömbnek ezt a részét, ami a királysorra vonatkozik, mert itt lesz parkolófelújítás is, és az útfelújítás is, azt a múlt héten volt a munkaterület átadás, most pedig bővül tovább, hiszen itt nagyon rossz állapotban vannak a járdák, sőt egy támfal rész is itt a királysornál. Úgyhogy most ez a rész az össze a 35-től egészen a 61-ig. A házak előtti járdákat, amik tényleg botlásveszélyesek, és talán 30-40 éve nem nyúltak hozzá, azokat most mind felújítjuk, és itt a rész a kopt már mellett, ahogy megyünk az 59-es, talán az a legrosszabb rész, mert ott már a támfal is bedől az útra, tehát azt teljesen el fogják bontani. Mindenütt a házakhoz bevezető járdákat felújítják, és a lépcsőket is természetesen magától értetődően, tehát ez egy új képet fog kapni, és ha jó Isten megsegít bennünket, és szép idő lesz, akkor ezt március végén már el tudják kezdeni ezt a munkát, és amikor ide fölvonulnak, akkor ezt végigcsinálják. Tehát ez lesz az egyik itt a királysornál, ami egy nagy tömb munka. A másik még ugyanehhez kapcsolódik, ehhez a 60 milliós kerethez, hogy a Sarló utcában a 4, a 10B és a 12 előtt. A járdákat ugye felújítottuk, de azok a részek, amik ott kiszélesednek és bejárat van a házakhoz, azok is nagyon rossz állapotban vannak, és ott a lakók többször kérték, hogy azért azt is hozassuk rendben, na most az is belekerül ebbe a felújítási programba. Sőt, a vízivárosi óvoda előtti járda, mert az is rossz, tehát az is még, és tulajdonképpen ez, ami a képviselői keretből egy 60 milliós összeg, és ehhez társul még a vízivárosi iskolának a felújítása, a vízkora udvarnak a felújítása, az egy nagy 200 milliós felújítás, tehát annak az első üteme lesz 19-ben, és folytatódik majd 20-ban, és ott az érinti a 94-nél, a Budai út 94-nél, amikor ott a múlt évben az a nagy felújítás volt, ott direkt elhagytuk, elmaradt, mondván, hogy ott a kerítésnek a kiemelése, a hátrébbítés, a vitele, az mind érinti azt a területet, tehát akkor újra meg kellene bolygatni azt a területet. Ott viszont ez elmaradt, tehát az a belső udva, az a belső tér rész, az gyalogjárda rész, azt is rendbe hozzák, és mondom, elindul az első ütem, el lesz bontva a kerítés, remélem belefél egy 20-as parkolónak az elkészítése is, ami a vízivárosi iskolának a hátsó része, 98 felé első részét jelenti, és meg tudják csinálni a parknak egy részét is, és aztán majd hát a játszóterek meg a sportlétesítmények azok a 2020-as évben történnek meg. De én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan nagy léptékű fejlesztés, aminek a vízivárosiak őszintén remélem, hogy örülni fognak. A legproblémásabb rész a királysor 59 előtti terület, hiszen itt már a támfal is bedőlt. Az 59 és 61 közötti balesetveszélyes támfal szakasz teljes egészében elbontásra kerül, és helyette egy új zsalukő támfal fog épülni. Ami még nagyon fontos, hogy a királysori főpályajárda többször volt napirenden, azért nem épül, mert az a székesfehérvári kerékpárút fejlesztési koncepciónak szerves része, és emiatt egy központi keretből ez tervezés, illetve előkészítés alatt van. A Sarló utca 4, 10B és 12-es házak előtt a járdákat ugyan felújították már, de hamarosan a házakhoz bevezető problémás járdarészek is megújulnak a tavasszal induló beruházás keretében, valamint megújul a vízivárosi iskola udvara, és a vízivárosi óvoda előtt is felújítják a járdát. Ez volt már az Esti Mérleg és a héten utoljára. Holnap este pénteken már Köztér című műsorunkkal jelentkezünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra!